Nem tárgyalnak a nyugdíjkorhatár növeléséről, óriási hazugság az ezzel kapcsolatos híresztelés, nyilatkozta Mahra Luka Turcan, a munkaügyi miniszter. Az országos helyreállítási tervkét legfontosabb reform összetevője a nyugdíjrendszerre és a közalkalmazotti bérezésre vonatkozik, kezdte keddi nyilatkozatát Luka Turcan. A munkaügyi miniszter szerint ezeken folyamatosan dolgozik a szaktárca. Két munkaváltozat van, a végső forma azonban a társadalmi párbeszéd, illetve szakértői véleményezés eredménye lesz. Annak érdekében, hogy az megfeleljen a vállalt elveknek. A legfontosabb elv a nyugdíj és bérrendszer terén a méltányosság és a fenntarthatóság. Hangsúlyozta, nincs szó a nyugdíjkorhatár növeléséről. Amiről folyamatosan egyeztetnek, az az, hogy miként választhatja valaki, hogy aktív maradjon, ez azonban egészen más, nyilatkozta kedden rá Luka Turcan. Uitându-ne la cifrele pe care le avem, și anume că peste 100.000 de oameni peste 65 de ani. A számokat nézve megállapítottuk, hogy több mint 100.000 65 év fölötti személy szeretne továbbra is aktív maradni, úgyhogy arra gondoltuk, meghagyjuk ezt a lehetőséget. Nagyon fontos a reformok szempontjából is, segíti a hozzájárulás és a nyugdíjrendszert. Este sprijinit și sistemul de contributivitate și implicit sistemul de pensii. Hozzátette, a szaktárca vállalta, hogy a reformintézkedéseket 2022 végéig végrehajtják. Luka Turcan azt követően nyilatkozott, hogy Marcel Colacu szociáldemokrata elnök azzal vádolta a Kücu kormányt, megállapodott az Európai Bizottsággal abban, hogy nem növeli a nyugdíjakat, felszámolja az előrehozott nyugdíjazást és növeli a nyugdíjkorhatárt. Marcel Colacu közösségi oldalán a kormány fejlécével ellátott dokumentumot tett közzé, amely szerint a kabinet vállalja, hogy 2021 végére új nyugdíjtörvényt fogad el. A nyugdíjemelés kapcsán Luka Turcan elmondta, ha nem fejeződik be a reform folyamat, már pedig az legalább másfél évet igényel, valószínűleg jövő évben is maradnak a hatályos vonatkozó törvényes előírások.